Az Eger férfi kézilabda csapata az NB1 egyik legfiatalabbjaként szerepelt a legutóbbi kiírásban. A Heves megyei együttesben számos utánpótláskorú játékos mutathatta meg magát, és bár a gárda nem tudott megkapaszkodni az élvonalban, a tizenévesek nem vallottak szégyent. A legjobbak dolgát is meg tudták nehezíteni. A csapat a mostani évadban az NB1 B-ben szerepel, és az osztályváltás ellenére sem tervezik háttérbe szorítani a fiatalokat. Igaz, hogy a tavalyi évünk nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Az előző évek bejöttek, és a folyamatos fiatalitás eredményes volt. Tavaly lehet, hogy kicsit túl nagyot fiatalítottunk, de igazából nem amiatt volt ez az eredménytelenség. Ezt a vonalat visszük tovább, sőt még jobban. Most még jobban befiatalítottunk. Megmondom őszintén, hogy csak olyan játékosokat kerestem, akik nagyon motiváltak, és vagy NB1-es csapatnál voltak, vagy már játszottak NB1-be, vagy nagyon-nagyon szeretnének NB1-be játszani. Csak ilyen játékosokat kerestem, és ilyeneket igazoltam le, akik tényleg maximálisan motiváltak arra, hogy ők sikeresek legyenek, fejlődjenek, és ezt Egerben látják. Ennek megfelelően több új fiatal arcot fedezhetünk fel az egriek első csapatában, ráadásul közülük hárman még utánpótláskorúak. 2011-ben kezdtem el a egri kézilabda pályafutásomat, és az egész utánpótlás korosztályba játszottam, és most végre felkerülhettem a felnőttbe. Nagyon kemény a munka, főleg most, hogy én vagyok a legfiatalabb, nagyon meg kell szokni még, úgyhogy kezdek beleerősödni ebbe a mezőnybe. Szeretnék minél több játék lehetőséget kiharcolni magamnak is, illetve szeretnék minél több dologban segíteni a felnőtteknek, és szerintem egy jó eredményt elérhetünk a bajnokságban, és mind ifiben, mind pedig felnőttben. Ez a célom a szezonra. Itt van a helyük, egyértelműen a keretben. Nagyon jól dolgoznak, tényleg maximálisan jó a hozzáállásuk, nagyon tetszik, ahogy dolgoznak. Mindenképpen kell nekik legalább egy fél év, mire beleérnek ebbe. Én azt gondolom, hogy fogják kapni folyamatosan a lehetőséget, lépésről lépésre majd a bajnoki mérkőzések folyamán, de ahhoz, hogy igazán téthelyzetbe is bevethetőek legyenek, szerintem ahhoz minimum kell egy fél év, hogy beleérjenek. Ne legyen igazam, hamarabb is sikerüljön ez, de ahhoz természetesen az kell, hogy ők kapják a játék lehetőséget és a rengeteg edzés, amit tényleg itt nap mint nap megcsinálnak. Az egri utánpótlás csapatok jó erőből állnak, mégsem kézenfekvő, hogy minden fiatal a klub felnőtt gárdájában köt majd ki. Nagyon nehéz az utánpótlásból felhozni játékosokat, mert nagyon nagy a szakadék NB1 és az ifjúsági bajnokság között. Ráadásul azért látni kell, hogy Eger igen egy utánpótlás bázis, én azt gondolom, mert nagyon sok gyerekkel dolgozunk, de azért a tehetséges gyerekeket elég korán elviszik nagyobb akadémiák vagy egyesületek. Aki marad, azokkal nagyon szépen dolgoznak az utánpótlás edzők, megpróbálják kihozni belőle a maximumot. Én azt gondolom, hogy most van egy olyan serdülő csapatunk, ami egy olyan bázissal rendelkezik, két csapatból állt össze, ami egy jó alap lehet majd pár év múlva. Az ifjúsági csapatunk az sokkal változóbb, ott nagyon sokat mozgolódnak a fiatalok, mennek tovább tanulni, jönnek ide tovább tanulni, de azt gondolom, hogy onnan is egy-két játékos lesz a jövőben, aki a felnőtt csapathoz tud majd csatlakozni. A klubban remélik, hogy csak átszálló jegyet váltottak a másodosztályba. A cél a feljutás. Álom is, de nem álom, hanem tényleg konkrét cél. Minden játékost úgy hoztam ide. Tehát ez a három fiatal mellett azért látni kell, hogy kb. Van még öt, aki tavaly öregedett ki az ifjú bajnokságból. Tehát tényleg nagyon fiatal a keretünk. És ezek mind olyan játékosok, akiknek tényleg konkrét cél az NBA. Tehát nem azért hoztam ide, hogy esetleg följussunk, hanem igenis legyen ez a célja mindenkinek, velem az élen, hogy visszajussunk NBA-be a legmagasabb osztályba, hogyha ők ezt elhiszik és bíznak magukban, akkor igenis azt meg lehet csinálni.